osztály mára megmondta, hogy a fiú lelki fröccsét hallgassa. Néztek maguknak egy olcsó hérót, bár egy kis hibája ennek is volt. Hol volt, hol nem volt, Sorki faludon innen, Gyanógeregyén túl, volt egyszer egy kedves, fiatal házas pár. Boldogan éltek, éldegéltek, kicsin gyermekükkel, csak hogy nem volt saját lakásuk. Elmentek a bankba, de a hitelt nem adott, és a csók helyett is csak csókra futottak. Így hát gondoltak egyet, kerítettek egy jó lelkű, bájos, fiatalos, ám bár ráncos képű, fogatlan, süket, sövidlátó vénasszony, s vele eltartási szerződés kötöttek. Ezután sűrűn látogatták a helyi templomot, kérve Isten fogadja hamar szent kegyelmébe ezt inéli. Ne kelljen neki ezt a földi silalomvölgyet végig gyalogolnia. Aztán teltek, múltak a napok, hónapok, évek, s ezt inénit még mindig nem szólította magához az úr. Még mindig nincs meleg víz! Jaj, hát nyugodj!
napja. Igen. Igen, hozzunk magának finom cukrásüteményt. Tényleg? Ugye mi nyomod? Nem mi nyomod. Tortát. Tortát? Igen, tortát. Jaj, Béla, hát én most megcsukollak. Akkor a kisasszonyt elmondom. Jaj, Béla, én inkább csak üljön le ide. Tessék, itt a finom torta. Jaj, de szép, Béla, hát még a csomagolása is. Hát én most megfolytam ezt a napot. Mit csinálsz, Béluskám, életem ezzel a kötéllel? Mert gondoltam, ezt én is ismeri azt a régi játékot. Egy kicsit játszok meg mi kis lenkéket. Átveszi? Ha nem adod drágán, akkor átveszem. Gyere, lenkém! Jó lesz a szarogató kötél. Na akkor hadd osztom el ezt a finom tortát. Gyere, Anikó! Jövök már, jövök! Egy! Ó, köszönöm, Béluskám, a krizakét! Ezt most beletöm a pofájába! Köszönöm, Béluskám! Ne sikoltozz, Anikó, kedves! Ez csak a postoló! De ha kell még, akkor kaphat. Mit matacod, Belus, ülj le, aztán egyél már. Nem fáj valami esztilén. Hát, mostanában eléggé hasogat a hát. Felébredtem, mintha késsel szurkálnám. Nádi barátnőm tanácsolta, hogy kössek rá egy zsák meleg sót. Rákötöttem, és most nem is fáj annyira. Ütném meg a buta! Mit mondtál, Béla? Én csak azt mondtam, hogy üsd be vonna. Nem, nem igaz, azt mondtad, hogy üsse meg a buta? Jaj, de hogy is ezt néni félreértette. Azt mondtam, hogy üsse meg a főnyereményt. Így bántuk velem a kianyátok helyett, barátok voltam. De hogy is ezt néni, a névnapját se felejtettük el. A Béla még bort is hozott magának. Ne beszéljetek itt nekem! Teljesen jól hallok a fülemmel, még a süket is vagyok rá. Már kisírom a szememet miattatok. Egészen elcsúfolom. Megyek is ezt a ráncba, szedem magam. Tényleg volt az arc megjárni? Igen, nem tudtam, szeretem egy is mérget, mert én is igazítom, hogy vészek vele. Melyik legyen? Az a középső. Azért gyűltünk ma itt össze,
hogy végső búcsút vegyünk Bélától, Eszti nénitől, Eszti nénitől, aki alig múlt 30, 80, aki alig múlt 80 éves, ifjú szívébe döfte a halál a kaszáját. Hát nem éppen. Hát nem éppen ifjú szívébe. Eszti néni már öreg. Eszti néni már öreg. És meghalt. Eszti néni már öreg. És már meg is halt. Azért gyűltünk ma itt össze. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy végső búcsút vegyünk Eszti nénitől, aki előtt még ott állt az egész élet. Inkább utána. Élhettél volna még legalább egy-két évet, de ez a sors és a Béla már nem engedte meg neked. Jászunkban osztoznak drága családtagjaid. Nem volt családja. Ha lett volna családod, biztosan gyászunkban osztozna, de így csak eltartotta, hogy emlékeznek meg rólad. Még ők sem lesznek ott. De ha ott volnának, biztosan jó szíven emlékeznének meg rólad. Rendben, így jó lesz, végeztünk. Azért ezt még gyakorolni kéne, nem? Minek teljesen jól megy? Ezt akartuk mind a ketten. Igen, mind a ketten. Pedig már majdnem megszülettem. Én nem. Nyugodj meg, Anikó, kedve! Nem van édes eszére! Megfelelkeztetek az állványokról! Nyomorultak! Béla! Tatarozzák a házat! Na jó, engedjék meg, hogy bemutatkozzam! Kamu Jenő vagyok! És? Hol van ezt néni? Drága nagynéném, már 5 évvel ezelőtt meghalt, mikor megkötötte magukkal ezt az eltartási szerződést. De jó ég! Gondoltam, ne vesszen kárba, tartsanak el engem! És akkor maga nem issük el? Bizonyám Bélám, mindent láttam és mindent hallottam. Béla, a méreg pohár! Hát így sem szer. Drága Anikó, fogadj elsőként a részvétemet. De hát, Jene, most mi lesz velünk? Hát, lakásunk már van. Na és vele mi lesz? Szerintem tegyük be a frigiderbe. Tegyük be a kezekkel. Mindent láttunk és mindent hallottunk. Úgyhogy most velünk jönnek. Na, indulás! Halló! Állami hirdető? Tisztálok! Magányos idős asszony!